Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, aki elhatározta, hogy mától örülni fog a mai napnak, és boldogan élt, amíg meg nem halt. Üdvözlöm az arckép más nézőit. Sokan ismerjük Barta József politikust, de kevesebben Barta József magánembert. Ma olyan történeteket oszt meg velünk, amiket még biztosan nem hallottak. Tartsanak velünk! Váltsunk kort, váltsunk helyszínt, és váltsunk egy kicsit talán embert is, embert nem, mert az ugyanaz marad, de gyerekkort, jó? Milyen családba született, és hogy mik voltak a meghatározó gyerekkori élmények? Munkás családba születtem, édesapám kiváló asztalos mester volt, édesanyám egyszerű kolhozista. Hát sokat dolgoztak, és engem is munkára neveltek. Tanulás mellett a munka tette ki életem nagy részét, na meg hát az akkori gyerekkor az játékból is állott, nem volt televízió, nem volt internet, sokat hancoroztunk, sokat futkároztunk, sokat játszottunk, úgyhogy ez így együtt komplex teljesítette, töltötte ki teljesen az életemet, a gyerekkoromat. Mi volt a kedvenc játék? Apuka mellett az asztalos mesterséggel is? Nem, mert ha az lett volna, akkor valószínűleg asztalos lett volna belőlem is, de nem az lett. Viszont nagyon szerettem a különböző sportokat, a focit, az asztali teniszt, mindenféle labdajátékot, kosárlabdát, röplabdát. Hát leginkább azt itt rúgtuk, amikor volt rá módunkban. És aztán az iskolás évek azok hogy teltek? Szeretett tanulni? Kezdetben nem, viszont a szüleim nagyon szigorúak voltak, és hát kaptam taslit is rendesen, meg a tanítónéni is nagyon szigorú volt, attól pedig tenyereseket, egyszer pofont is, úgyhogy elkezdtem tanulni. Aztán, mivel voltak még vetélytársaim kezdetben, akkor már a versenyszellem jött bennem elő, hogy vannak tőlem jobbak, egy idő után őket utolértem, majd elhagytam, aztán kiugrottam, és én lettem az iskola legjobb tanulója, onnantól kezdve ezt élveztem tovább, hogy tartsam a szintet. Aztán megszerettem egyes tudományokat, megszerettem tantárgyakat, már azért tanultam, megszerettem a könyvet, rengeteget olvastam. Nagyon vizuális típus vagyok, az olvasásnak hasznát láttam abban is, hogy hát most is úgy van, bárki bármit mond, mesél, ezt mindig látom magam előtt, mintha filmet néznék. Látom a helyszínt, látom a történést, látom az embereket, magam előtt látom. Ez valószínűleg a könyvnek köszönhető. Volt egy olyan 10 éves időszak az életemben, amikor szinte napi jelleggel olvastam egy-egy könyvet. Éjszaka is a papon alatt, hogy a szüleim ne lássák, mert nem engedték volna. Vetettem a kis éjjellámpát és titokban olvasgattam. De hát gondolom, hogy hasznát vettem az olvasásnak. És akkor hogy lett mégis a reál tantárgyak felé a húzalom, hogy matek, a matematika irányába mozdult el a betűk irányából, a számok feltották fel őket? Azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami miatt végül is ebbe az irányba mentem el, az volt, hogy gondjaim voltak az orosz nyelv tudásommal, nem volt kielégítő, és hát akár milyen humán tantárgyra próbáltam volna felvételizni, ott bizonyul oroszul kellett volna sokat beszélni, meg tudni, meg tanulni. Viszont matekből, hát a matek az nem annyira a beszéd, de van összekötve inkább a logikával, meg bizonyos készségekkel, képességekkel, tudással, amivel én rendelkeztem, oda sokat nem kellett beszélni. Talán ezért mentem matematikusnak, de egész jól tudtam, meg szerettem is, úgyhogy ezzel nem volt gond. De kimondottan a nyelvtudás hiányossága miatt választottam ezt, mert ez volt a könnyebb. Ez már az egyetemi években, vagy akár már középiskolára is így visszanyúlik, hogy mindig is tudta, hogyha valamit el akar érni, azért tenni kell? Igen, hát annál kezdeném, hogy végül is egész kicsi gyerekkoromban filozófikus gondolkodású voltam, mert már kicsi gyerekkoromban azon töprengtem sokszor, hogy miért is jöttem én el a világra, miért oda születtem, ahová születtem, miért olyannak születtem, amilyennek születtem, és mi dolgom ebben a világban. Sok idő eltelt, ameddig ezt megértettem, amíg eljutottam odáig, hogy
tudatosodott bennem, hogy mi miért történik, és mi hogyan működik a világban. Elmesélném egy néhány olyan dolgot, ami nagyon fontos volt az életemben. Tehát amikor befejeztem a Salánkon az elemi iskolát, akkor Nagyszőlősre kerültem tanulni a magyar iskolába, mert nálunk nem volt középiskola. És volt egy időszak, tehát 14-15 éves koromban történt ez. Hosszú hónapokon keresztül szörnyű álmom volt. De olyan álmom volt, hogy éjszaka felsírtam magam, és vittek orvoshoz, vittek kuruzslóhoz, vittek templomba, megöntöttek, imádkoztak értem, mert újra és újra előjött az álom. Az álom pedig az volt, hogy édesapámat láttam koporsóba kiterítve, és láttam őt rendesen, hogy a koporsóba fekszik, és az rettenetes volt számomra, és mindig előjött. És amikor elkerültem Nagyszőlősre az iskolába, édesapám beteg lett, kórházba került, és a nővérem pedig lakodalomra készült, és egy hét múlva lett volna a lakodalom, tehát már hívogattak a lagziba, amikor hát teljesen váratlanul, amikor már a kórházból ki akarták írni, egy hétfői napon mondták, akkor jön meg az orvos és ki fogja írni, egy szombati éjszaka elaludt és meghalt. Úgyhogy mi lakodalom helyett temetést tartottunk, ez ami szörnyű dolog volt a nővérem számára is természetesen, meg az én számomra is, mint gyerek, hiszen álmaim voltak, terveim voltak, geológus akartam lenni, világot akartam megváltani és bejárni, meghódítani, és úgy éreztem, hogy minden el van törve, mert hátra maradt az édesanyám, meg két öreg nagymama. A nővérem férhez ment, de lakodalom nélkül is elköltözött Szőlősre, én pedig ott maradtam velük Salánkon, akiknek úgymond kötelessége is volt majd ezekről az asszonyokról később gondoskodni. Tehát úgy éreztem, hogy vége a karrieremnek, vége a jövőmnek, vége a terveimnek, és borzalmasnak tartottam azt, hogy én ezt megálmodtam, hogy történhetett az egész. De azért elgondolkoztam rajta, hogy lehet az, hogy én ezt megálmodtam. Tehát nagyon fontos momentum volt, ez egy szörnyű, egy tragikus, egy fájdalmas, évekig nehezen hevertem ki, viszont elgondolkodottatott dolgokon, ami miatt később életem során könnyebben vettem már azokat az akadályokat, amelyekkel találkoztam, mert elindultam a hit irányába, a meggyőződéses hit irányába. Nehéz volt túlheverni a tragédiát, azért igyekeztem tanulni, jól tanultam, és Nagyszőlősön iskola legjobb tanulója lettem a középiskolában. Megválasztottak komszomol titkárnak, az iskola komszomol titkárának, ez akkor nagy kitüntetés volt. Viszont a jellememnél fogva igyekeztem mindig az igazságot keresni, és bár nagyon sokan mondják ma is, hogy meghalt Mátyás, az az igazság, meg hogy azt nem érdemes, mert itt a földi életben úgy sincsen, az igazság odaát van, Istennél van. Ez igaz, de nem is az a baj, hogyha nincs az igazság. Nem is az a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogyha nem is keressük. Én kerestem. Azon kívül nagyon szabadságszerető voltam, és a szabadságot a legfontosabbnak tartottam. Akárcsak Petőfi egyébként, aki kedvencem is. A szabadság Isten szeretetéből fakadó legcsodálatosabb ajándék, amivel élni kell, csak nem visszaélni, és nem szabad elfelejteni soha, hogy a minden ember szabadsága csak addig terjed, ameddig a mások szabadságát nem sérti. Nos, ez a lelkület nem nagyon illeszkedett be a kommunista világba, meg a kommunista ideológiába, ezért sok problémám volt már, amikor kimondtam az igazat, meg amikor megpróbáltam a szabadsággal élni, amit nem nagyon hagytak, és elkövettem egy olyan dolgot, egy bűntényt, ami akkor annak számított, politikai dolgot, ami miatt a 10. osztály végén, közvetlen érettségi előtt, amikor aranyéremre voltam már jelölve, engemet egy nagy komszomolgyűlés során kizártak a komszomolból, és az iskola nevelésért felelős igazgató helyettes egy olyan jellemrajzot írt rám, amivel mondták, hogy valószínűleg a kolhozba trágyát pakolni se vesznek majd fel, nem, hogy az egyetemre, mert beírták, hogy a szovjet rendszer és a szovjetunió ellensége vagyok, hát ez főben járó bűnnek számítódott akkor. Sajnos vagy szerencsére, de akkor is volt korrupció, az igazgatón korrupt ember volt. Ezért meg lehetett vesztegetni, és akkor nagy pénznek számító összegért hajlandó volt beleegyezni abból, hogy átírják a jellemrajzomat,
hogy legyen még valamilyen jövőm, ezért át is írták, és így tudtam felvételizni, és be is jutottam az Ungvári Állami Egyetemre. El lehet mondani, hogy mi volt ez a büntet, amivel kiérdemelt ezt a jellemrajzot? Igen, az volt, hogy én, mint az iskola legjobb tanulója, Komszomol titkár, egy május 9-i felvonuláson az élen kellett, hogy vigyem, és vigyem a szovjet zászlót, és éljen ezzel a szovjet hatalmat, meg a kommunista pártot, és én mondtam, hogy én erre nem vagyok hajlandó, és fogtam a szovjet zászlót, és ugye, hogy fel voltunk sorakozva, az egész iskola előtt, tanári kar, gyerekek, mindenki, fogtam a szovjet zászlót, odavittem, és egy épület falának neki támasztottam. Ez volt a főben járó bűn, ami miatt az egész dolog történt. És aztán ugye jöttek a tanítói évek. Azok milyen emlék, ahhozokhoz milyen emlékek, milyen tapasztalatok fűződnek azokhoz az évekhez, amikor még csak tanár volt, aztán amikor 12 évig igazgatója is volt a Salánki középiskolának. Hát mindenféle emlék van, sok szép emlék is van, én szerettem a tanítást, igyekeztem átadni azt, amit tudok, illetve felkelteni az érdeklődést. Több-kevesebb sikerrel, de azért elég jó tanító voltam, eredményeket is tudtam produkálni, elég hamar népszerű lettem a gyerekek körében, a tantestület körében és a faluban is, a szülők körében is, ami is oda vezetett, hogy aztán 89-ben, amikor a KMKS-be beléptem alapító tagként végül is, és alapszereti elnök lettem Salánkon, megválasztottak, hogy ugye később ívelt fel a pályán, mert megválasztottak falusi tanácsi képviselőnek kétszer, majd gyárosi tanácsi képviselőnek, és aztán igazgató is lettem az iskolába. Tehát szép lassan a karriert is csináltam, bár nem voltam karrierista, de kitűntem az odaadásommal, a képességeimmel, meg azért, hogy igyekeztem jól csinálni magát, a szakmát, a tanítást, illetve foglalkoztam a közösség problémáival is, a dolgaival is. Tehát iskolaigazgató lett, és jöttek az életben a további megrendítő tapasztalatok. Igen, egy olyan iskolában lettem iskolaigazgató, amit nagyon szerettem, és sokat tanultam az előtt iskolaigazgatótól, aki nagyon sokáig kért engem, hogy vállaljam el az iskola vezetését, mert hogy a legnagyobb probléma az iskolának az infrastruktúra volt, 7 különálló, egymástól távol lévő és nagyon rossz állapotban lévő épületből állt az iskola, 4 közülük olyan állapotban volt, hogy tehát balesetveszélyes gerendákkal, oszlopokkal erősítettük meg a mennyezetet, hogy le ne szakadjon. Előfordult, hogy egy fal kidőlt szerencsére kifelé, és nem történt baleset. Egy fal meg bedőlt szerencsére olyankor, amikor nem voltak gyerekek, ezért nem okozott problémát. De beázott, de hideg volt, télen kabátba, kesztyűbe kellett ülni. Tehát borzalmas körülmények voltak az iskolában, és ezt átvenni nem volt egy könnyű feladat, én is nagyon vágytam rá, de azt mondtam, hát ez egy kihívás. Lehetséges, hogy ez az én dolgom, hogy valamit csináljak ezzel az iskolával is. És lásd, szeptemberben kineveztek, októberben jöttek osztrák és magyar szponzorok, akik kérdezték, hogy mivel lehet az iskolán segíteni. Hát mondtam, hogy sok mindennel lehet, és akkor, de hát ők mindennel nem tudnak, csak egy kicsi dolgot mutassunk, ami a legfontosabb. És mondtam, a legfontosabb talán lenne, hogy van egy étkezdénk, amelyik rettenes állapotban is beázik, meg egy könyvtárunk, ahol fóliával takartuk le a könnyes polcokat, hogy a plafonról ne folyjon rá a sáros víz, hogy ezt kellene rendbe szedni. És mondták, hogy na jó, akkor próbáljuk ezt meg. És adtak bizonyos támogatást, amit én a helyieknek a hozzájárulásával rávettem őket, hogy ha van idegeneknek a támogatása, mi is fogjunk össze, csináljuk meg. Megsokszoroztam, és nagyon rövid idő alatt valóban egy teljesen új konyhát csináltunk az iskola étkezdét az iskola számára, hogy elkezdtük a gyerekeket étkeztetni, és egy nagyon szép könyvtárat csináltunk. És amikor visszajöttek a szponzorok, látták, hogy jó, és megdöbbentek, hogy rövid idő alatt a kis pénzből mennyi sok minden lett. És azt mondták, hogy aha, ide érdemes segíteni, akkor most nézzük, hogy mivel tovább. És mondtam, hogy van egy épület, ez az épület egyébként, amelyik annyira beázott, hogy akkor cseréljük ki a tetőt, mert megint be fog ázni, hiába csináltuk meg, cseréljük ki a tetőt. Na ez már egy nagyobb lélegzetű dolog volt, de azt mondták, hogy próbáljuk meg. Na ők finanszírozzák a tető fedéshez a plehet, amivel le fogjuk fedni, és próbáljuk meg a többit megtalálni. Akkor már járási képviselő voltam, és kilobbiztam, hogy a tető szerkezet felújításához kaptunk egy kis támogatást. A helyi asztalos műhelyben elértem, hogy az asztalosok megcsinálták, ami szükséges hozzá fa munka, és rövid idő alatt teljesen kicseréltük a tető szerkezetet. Megint jöttek a szponzorok, és azt mondták, hogy ez igen, bravo, elismerésünk,
megint csak megfialtuk azt, amit adtak, úgymond fogjunk bele egy nagyobb dologba, fogjuk ezt tatrakolni, ezt a régi iskolát, vagy építsünk egy újat. Na, tessék, építsünk egy újat. Nem kis dolog. Mondtam, és pénz van, mondták, az nincs, viszont van szándék, látják, hogy itt van foganatja dolgoknak, merjünk nagyot álmodni, merjünk nagyot belefogni, ha Isten is megsegít, már pedig jó dolgot meg fogja segíteni, próbáljuk meg, indítsuk el. Nem kis gond volt számomra is, hogy merjünk-e belefogni, és sokat töprengtünk azon, hogy igen vagy nem, de úgy alakult, hogy az ottani szponzorok vezetőjének volt egy csodálatos története a templomban, amikor is imádkozott Istenhez, hogy merjenek-e belefogni a Salánki iskola építésébe, vagy ne. És ahogy imádkozott gyöngyfüzérrel a kezében, ez római katolikus révén, akkor előtte egy 100 shilling, akkor még az volt az osztrák pénz, feküdt a padlón. És akkor megértette az isteni üzenetet, mert Isten rengeteg üzenetet hagy nekünk az útjaink során, meg az életünkbe, csak olvasni kell őket, észre kell venni. Megértette, hogy azért van, hogy látod gyermekem, ott a pénz majd lesz több is, csak higgyél. És így az ő inspirálására, a mi jóváhagyásunkkal elindítottuk ezt az iskolaépítést, ami 96-tól végül is 99-ig tartott, tehát elég hosszú ideig, de egy nagyon szép történet, amikor rengeteg ember sikerült megmozgatni nekem az iskolaépítés során. Sok támogatás érkezett az iskolához, szállítmányok, rengeteg mindent kaptunk külföldre, amit beépítettünk az iskolába, amit ők ellenőriztek, mindig egyetek látták, hogy be van építve. Sikerült, amiatt, hogy képviselő voltam a járási tanácsban folyamatosan, és jó kapcsolatot sikerült építeni a járás is, a megyevezetőivel is támogatást szerezni a költségvetésből is, a helyieket is mozgósítani nekem az iskolaépítés utolsó fél évében. Minden nap 50-60 szülő, gyerek, felső osztályos, meg a tanári karból tanárok vettünk részt az építkezésben. Ott voltunk a helyszínen, csináltuk mi is, amihez értettünk, amit tudtunk, és így három lábon épült az iskola, a külföldi szponzorok támogatása, az költségvetés, illetve a helyiek összefogása, és sikerült egy csodálatos összefogással megvalósítani a Salánki csodát, és felépíteni egy teljesen új, teljesen korszerű, modern iskolát. Az is üzenetjellegű volt, hogy az iskola igazgatóság után közéleti szereplővé avanzsált? Vagy ez a váltás hogy történt? Hát úgy történt, hogy én közben is már az voltam, hiszen képviselő voltam, amit kihasználtam a lobbizáshoz, a közösség javára. De amikor felépült az iskola, akkor mondtam, hogy most már jó iskolát kell csinálni. Tehát most már megvannak az adottságok, a lehetőségek, most már javítsuk meg az oktatási nevelési folyamatot és annak az eredményességét, és ez meg is történt, mert sikerült rövid időn belül Ukrajna legjobb 100 iskolába bekerülni, járási, megyei, majd országos szemináriumokat is tartottak ott, mutogattak minket, mint majmokat a ketrezben, hogy mi milyen ügyesek vagyunk és milyen eredményeket tudunk felmutatni. Tehát valóban megjavult az egész tanítási folyamat, és jobbak lettek a gyerekek, és nagyobb lett az odaadás az oktatási dolgozók részéről is. Nagy öröm volt ez számunkra, meg az egész falu számára. De a szponzorok látva azt, hogy ez a siker megtörtént, és hogy ott van egy ilyen közösség, és ilyen eredményt tudnak ők is elérni, azt mondták, hogy akkor dolgozzunk tovább, és sikerült ezután a projekt után még egy ambulanciát, meg egy óvodát is felépíteni a falu számára, azokat is teljesen felújítani, az összes szociális probléma a falu számára megoldódott. Akkor viszont észrevették már Szőlősön is, Nagyszőlősön járásban is, hogy hát van itt egy ilyen járási képviselő, aki ilyen csodákat tud művelni a közösségével, akkor hát, ha itt a járásban is képes valamire, akkor húzzuk oda, megválasztottak a járási tanács alelnökévé, és oda kerültem át, és ott dolgoztam talán. Nem szívesen hagytam ott az iskolát, mert szerettem, és végül is tudtam, hogy az enyém is, az én gyermekem szinte, és szívesen maradhattam volna ott nyugdíjas koromig egészen, de viszont a kihívás megvolt, és úgy gondoltam, hát hogyha lehet, hogy épp az a dolgom, akkor nagyobb szintre emelkedve próbálok valamit elérni, és úgy kerültem át a járásban, és utána ott tevékenykedtem 4,5 éven keresztül. Járási tanács alelnöki poszttól jussunk el most napjainkig. Hogy ennek a mostani időszaknak mi a legnagyobb tanulsága? Nem lesz könnyű, ugyanis amikor már úgy éreztem, hogy sínen vagyok, amikor úgy éreztem, hogy elfogadott vagyok, amikor úgy éreztem, hogy nagyon sok mindent tettem a közösséget, a járásban is, és elfogadtak, szerettek az emberek, és sikeres voltam, akkor talán egy kicsit túlzottan is azt hittem, hogy különleges vagyok. Olyan álmaim vannak, furcsa álmok, amelyek megvalósulnak,
hogy Isten számára én egy kiválasztott vagyok. Különleges dolgok történnek velem. Bármit el tudok érni, amit akarok. Minden segítséget, támogatást hozzá megkapok. És akkor jött egy betegség. Hirtelen megbetegedtem, és egy nagyon pici bajból, amiből gyorsan akartam meggyógyulni, mert szükség volt a gyors gyógyulásra, hogy el tudjak menni a Kárpátokba, ugyanezekkel a jó barátokkal egy szép kirándulásra, és egy kis térdfájásból intenzív kezelés útján sikerült 2 hónap alatt egyre jobban belemászni a mocsárba, és ahogy rugdolóztam, ahogy próbáltam kivergődni onnan, azt éreztem, mint a mocsárban érezheti valaki, annál mélyebbre süllyed. Tehát furcsa módon, ahogy küzdöttem az egészségemért, a gyógyulásért, azt tapasztaltam, hogy minden próbálkozásom még jobban belevisz engem a betegségbe, és nem értettem, hogy miért. Istenem, én, akit mindig segítettél, aki szinte kiválasztott vagyok, mert annak éreztem magam, akkor annyi sok jót tettem. Akkor most mi van? Akkor most miért nem hagyod, hogy meggyógyuljak? Miért minden próbálkozásom és az orvosok próbálkozása még nagyobb betegségbe sodor? És ez úgy történt, olyan gyors lefolyású volt, hogy 2 hónap múlva egyszer csak én Budapesten, a Kútvölgyi Kórházban találtam magam, tüdőemboliával, ahol az orvosok miután megvizsgáltak, mondták, hogy 10% esélyem van, hogy megmaradok, tehát az intenzív osztályon, és nagyon-nagyon-nagyon nagy beteg lettem. Nagy beteg lettem, és ott is, ahogy elkezdtek kezelni, és próbálták menteni az életemet, az orvosok, amit tudtak értem tenni, és én napról napra rosszabbul lettem. Annyira rosszabbul lettem, hogy már halucináltam, és nem mindig tudtam, hogy mi van velem. Elgyengültem teljesen, tehát már nem, hogy járni nem tudtam, beszélni sem tudtam, mozogni sem tudtam, enni sem tudtam semmit, és teljesen a halál torkába kerültem. Tehát nem tudtam már mindig, hogy mikor álmodom, mikor vagyok ébren, és egy végelgyengülésbe kerültem. Küzdöttem még akkor is az utolsó pillanatig, de elérkezett egy pillanat, amikor teljes elgyengülést éreztem, teljes megkönnyebbülést éreztem, és azt mondtam magamban, feladom a küzdelmet. Isten, ha mégis meg kell halni, akkor tedd meg, vegyél el, itt vagyok, átadom a lelkemet, vegyél magadhoz. Végül is szép életem volt, sokat csináltam, még szerettem volna sokat csinálni, gyerekeim ott voltak még, még kellett volna őket egy kicsit segíteni, de elfogadom, védj magadhoz. Feladtam. És akkor volt egy álmom. Nem tudom, mi volt megint, de az történt, hogy tehát halucináltam egyébként, hogy állok, és egy gyönyörű szép kék ég volt, mint most, amit látunk, és így a felhők fölül a feleségem és a két lányom szaladnak felém, a felhők fölül is kiabálnak, hogy apu, apu, ne hallj meg, nem azért vagy ott, hogy meghalj, hanem azért, hogy meggyógyulj. Mi itt vagyunk, mi téged szeretünk, és visszavárunk. Hosszú másfél napba került, ameddig elkezdett az állapotom javulni, és visszatértem az életbe. Isten megmutatta nekem, hogy az élet milyen. Hogy Istentől van, és Isten bármikor elveheti tőlünk, és soha ne bízd el magad, mert olyan vagy, mint mindenki más. De viszont, hogyha beláttad ezt, hogyha átadod magad teljes egészében Istennek, akkor ha megkegyelmezett, akkor visszaenged, visszaküld. Ezt azért mondtam el, mert onnantól velem csodák történtek. Tehát én, ahogy 6 hónap alig tartott a rehabilitáció, amikor nekem meg kellett mindent tanulni. Járni, beszélni, tenni, menni. Viszont jöttek elébe a feladatok. Felkínálták, hogy vállaljam el a járási elnökségét a KMKS-nek. Nem akartam, mert egészségállapotom nem engedte, de a bizalom akkora volt, hogy elvállaltam, tettem, segítettek, támogattak, sikeresek lettünk. Aztán jött a megyei szervezetben az alelnökség, felkínálták, elvállaltam, tettem. Aztán jöttek a választások 2015-ben, amit nagyon sikeresen vettünk az én listavezetésemmel, mindenki hozzáállásával, a Kárpáti Magyarság összefogásával. Történelmi sikerre vittük a választásokat, bejutottunk a megyei tanácsból, megválasztottak első alelnöknek. Jött a feladat, egyik a másik után. Nem tudtam nemet mondani, de megértettem azt, hogy Isten ezt akarta. Visszaküldött, visszaengedett, adott feladatot, itt van, tessék, vállalt. Innentől kezdve tudom, hogy ez a küldetésem. Ezt kell csinálni, ezért engedtek vissza. Nincs más dolgom, csak ez. Ezt kell tennem, szolgálnom kell a közösséget, szolgálnom kell a kárpátai magyarságot, megkapottam a lehetőséget rá, tennem kell, és igyekszek is tenni, és fogom is tenni, mert ezért jöttem vissza, ezért kaptam újra egy új életet. Én csak azt tudom ehhez kívánni, hogy a jó Isten kísérje még a további útjain. Búcsúzóul még egy gondolat Barta Józseftől. A boldogság 3 forrása.
Elfogadás, öröm, küzdelem. Tartsanak velünk a legközelebb is. A viszontlátásra!